Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy express szerelmi jóslás október 11-én. Ha van egy lelki társatok, akkor most gondoljatok rá, és én elmondom nektek azt, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, erre utal itt ez a torony. Most minden összeomlik nála, és vannak változások az ő életében. Itt ez a torony azt is jelentheti, hogy félelmei voltak, ezzel fogva tartotta magát, és most átteszi magát ezeken a félelmeken, és lesz itt változás. Mi foglalkoztatja őt gondolatban? Itt mutatják, itt az érmék, anyagi dolgokról van szó, vagy hivatásról, mint ahogy itt ez a férfi zenél, lehet, hogy van így egy hobbija, és szereti a zenét, a táncot, és azon elgondolkozik, hogyan tudná azt megvalósítani, hogy ezzel ő most pénzt keressen. És az érzelmei, itt látható egy találkozás, és a 10-es szám egy új kezdetre utal. Ezt ő érzi, hogy itt most minden összeomlik, megváltozik, akkor is, ha az anyagiak felett elgondolkozik, és tervez valami újat, ami a hivatására utal, de itt ennél a képnél vannak értékek is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és utalhat arra, mennyire értékes számára ez a szerelem, mennyire értékesek vagytok a számára, amit érez, hogy itt lesz egy találkozás. Előfordulhat az is, hogy ő úgy tesz, mintha ez véletlen lenne. Most megkérdezzük azt, hogyan beszél rólatok, vagy mit közöl veletek. Itt mutatja ez a nagyon erős férfi, és amit ezzel közöl, hogy figyeljetek oda rá, hogy mennyire férfias, milyen erős, ő mindent meg tud teremteni, és hogy milyen izmos, és csodáljátok ezt, a külsejét. És mi lenne a szív üzenet, amit nem közöl, de úgy belülről érzi ezt, és annyira szeretné ezt mondani, de hallgat erről. Itt van egy ilyen király, és ez a király, ez uralkodik a levegő felett, az pedig a kommunikációra utal, meg arra is, hogy ő lezárt valamit, ő vár arra, hogy legyen köztetek egy változás, kimondjátok azt, amit szeretnétek, döntéseket hozzatok, és maradjatok ebben a könnyűségben. És mi az, amit hiányol nálatok, vagy ami hiányzik neki, azt mutatja itt ez a kártya. A 7-es szám az a hold energiájával áll összefüggésben, az utal a vágyakra, az álmokra, és itt az érmék mutatják a vagyoni dolgokat, az értékeket, és szeretné, ha ti az álmaitokat megvalósítanátok, és rohannátok hozzá. Ez, amiről ő elgondolkozik, ez úgy hiányzik neki. És most jön egy fontos kérdés, mi köt össze benneteket? Ezt mutatja itt a mérleg. A mérleg utal a belső egyensúlyra,
és a párkapcsolatra is. Azon kívül az igazságra, meg kinyitja a szemünket bizonyos dolgokra, ami igazságtalanul történt az életünkben, de így a párkapcsolat területén a mérleg a szerelmi kapcsolatra vonatkozik. És ez volt az express szerelmi jóslás, egy általános jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kérjétek tőlem ezt a jóslást is, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!